Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük Isten dicsőségére fennállva 105. Zsoltárunk első versét. Adjatok hálát az Istennek! Istenemhez száll az ének, és ő benne igazok. Thank you.
teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Mondjuk el, testvéreim, együtt az egyetemes keresztény anyaszentegyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. Hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, ami ununkban, ki fogadhatik Szentlélektől, születik Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghala és eltemettetik. Száll alá poklokra, harmadapon halottaiból feltámada, felméne mennyekbe, ül az Atya Isten jobbján, onnan hiszen eljövendő ítélni eleveneket és foltakat. Hiszek Szent Lélekbe, hiszek egy közönséges keresztjén anyaszentegyházat, szenteknek egyességét, bűneinek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten szent ígéjét, amit az írva található a Lukács írása szerint való Szent Evangélium 11. részének 14-től 28-ig terjedő verseiben. Lukács evangéliuma 11. részének 14-től 28-ig terjedő verseit figyelemmel és ülve hallgassátok meg. Jézus pedig ördögöt űz valaki, mely néma van. És lőd, mikor kiment az ördög, megszólalt a néma, és csodálkozik a sokaság. Némelyek pedig azok közül mondának, a Belzebub által az ördögök fejedelme által űzi ki az ördögöket. Mások megkísértvén őt, mennyei jel kívánának tőle. Ő pedig tudván azoknak gondolatát mondani, minden ország, amely magával meghasonlik, elpusztul. És ház a házzal, ha meghasonlik, leomlik. És a sátán is, ha ő magával meghasonlik, mi módon állhat meg az ő ország? Mert azt mondjátok, hogy én Belzebub által űzöm ki az ördögöket. És ha én a Belzebub által űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok ki által űzik? Annak okáért ők maguk lesznek a ha pedig Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, kétség nélkül elérkezett hozzátok az Isten országba. Mikor az erős fegyveres őrzi az ő palotát, anélje van, békességben van. De mikor a lábánál erősebb, reájövén legyőzi őt, minden fegyverét elveszi, melyhez bízott, és amit tőle zsákmányol, eloszt. Aki velem nincs, ellenem van, és aki velem nem takar, tékozol. Mikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélkül való helyeken jár, nyugalmat keresvén. És mikor nem talál, ezt mondja, visszatérek az én házamba, ahonnét kijöttem. És oda mennék, kisöpörve és felékesítve találjasz. Akkor elmegy, és maga mellé vesz más két lelket, magánál gonoszabbakat, és bemenvén odlakoznak, és annak az embernek utolsó állapota gonoszabb lesz az első. Lőd pedig, hogy mikor ezeket mondá, fölemelvén szavát egy asszony a sokaság közül mondanék itt. Boldog mi, amely téged hordozott, és az emlők, melyeket szoktál. Ő pedig mondta, sőt inkább boldogok, akik hallgatják az Istennek beszédét, és megtartják azt. A kegyelem Istenet tegye áldottá az ő igéjét, hogy Krisztus beszéde lakozzék bennünk gazdagon, és mi sok és áldott gyümölcsök teremjünk, az ő dicsőségére jeltek ezért imádkozni.
ki magunk mennyék felség, édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban. Halljuk Jézus tanítását, hogy amely ház önmagával meghasonlik, annak el kell vesznie, pusztulnia. És azt kérdezzük, vajon az Anya Szent Egyház, amelyet a mi Úrunk Jézus Krisztus alapított, hogyan áll, hogyan néz ki ebben a mi időnkben? Mondhatjuk róla, hogy nem hasonlott meg önmagával. Mondhatjuk, hogy az a tanítás, amit hirdetünk, amit tanítunk, amiben élünk, az tiszta, elegyítetlen, nincs benne, vagy hozzátéve emberi gondolat, magyarázás. Az a sok-sok felekezet, gyülekezet, hitvallás, ami megszületett, létrejött, és most is jelen van a világban, az mind ugyanazt hirdet, ugyanazt akarja. Ha ellentét van egyház és egyház között, akkor vajon melyiknek van igaza? S ha egyiknek igaza van, akkor a másik meghasonlott, akkor meghasonlás van a nagy Anya Szent Egyházban. És amikor testvér támad testvér ellen, és keresztjén támad a keresztjén ellen, akkor megmaradhat-e a ház? Nyugtalanító kérdések ezek, amikre alig ha kapunk választ a jelenben, a pillanatban. De te úgy tudod a választ. Te tudod a jövendőt. Látod mindazt, ami az időben elkészítve áll az egész emberiség számára. Azt is tudjuk, hogy nem biztattál bennünket az utolsó időket illetően békességgel, jóléttel és ehhez hasonlókkal, sőt, háborúságot, természeti katasztrófákat és ehhez hasonlókat jövendőltettél, vagy mutattál meg a tieidnek, akik feljegyezték számunkra a Szentírásban. Ha körülnézünk a világban, sok bajt és nyomorúságot látunk, és látunk sok pazarlást, és sok mindent, ami nem összeilleszthető azzal, amit a mi Úrunk Jézus Krisztus tanított. Engedd, hogy lássuk, mi a te utad, mi a te szándékod, hogyan járhatunk veled nap mint nap. Így taníts most is, és így áld és szenteld meg együtt létünket, a mi Úrunk Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Háromszázötvennegyedik énekünket énekeljük, megáll az Istennek ígéje.
részének 22-től 25-ig terjedő verseiben. Ézsaiás próféta könyve 43. részének 22-től 25-ig terjedő verseit figyelemmel és alázatos lélekkel hallgassák. Mégsem engem hívtál segítségül, Jákó, hanem megfáradtál én bennem, Izrael. Nem adtad nékem égő áldozatul bárányaidat és áldozataiddal nem dicsőítettél engem. Nem terheltelek ételáldozattal és tömjénnel nem fárasztottal. Nem vettél pénzzel nékem jó illatú nádat és áldozataid kövérével jól nem tartottál, csak bűneiddel terhelél, vétkeiddel fárasztál engem. Én vagyok, aki eltördöm álmokságaidat önmagamért, és bűneidről nem emlékezem meg. Én vagyok, aki eltördöm álmokságaidat önmagamért, és bűneidről nem emlékezem meg. Ez Istennek ígéje. Van egy olyan mondás, hogy a történelem ismétli önmagát. Ugyanazokat a folyamatokat lehet észrevenni évszázados, évezredes párlatokban is. Ugyanazok az események játszódnak le koronként. Valaki így fogalmazta meg, talán találkoztatok már is ezzel a gondolattal, hogy a nehéz idők kemény embereket szülnek, a kemény emberek kemény munkával a jólétet teremtenek, a jólét gyenge embereket szül, a gyenge emberek nehéz időket teremtenek, és ez egy ilyen körforgás, ami újra és újra visszatér a történelembe. A Szentírás egy kicsit másképpen fogalmazza meg, de lényegében ugyanazt látjuk, hogy ugyanazt a ciklikusságot vehetjük észre az eseményeknek, ugyanazt a forgását, csak a Szentírás nekünk azt mondja, hogy a bajainknak a forrása, az okozója, az Istennel való szembenállásunk. Az Isten tiszteletének a hiánya. Amikor az ember elpártol Istentől, akkor jönnek a nehéz idők, mert Isten nélkül egyértelműen nehéz idő köszönt az emberre. A legegyszerűbb ezt úgy megérteni, ha arra gondolunk, hogy nagyon nem mindegy, hogy valaki széllel szemben akar vitorlázni, vagy hátszéllel akar vitorlázni, vagy mivel itt annyira nem jellemző a vitorlázás, bár ott jelenik meg a legélesebben ez, de gondoljuk arra, hogy mennyivel könnyebb hátszéllel biciklizni, mint szembe szélnek biciklizni. Ha én Isten akarata ellen akarok cselekedni, Isten akarata ellen állítom be az életemet, azt jelenti, hogy folyamatosan kapni fogom az akadályokat, a nehézségeket, a próbákat, ha kifelejtem Istent az életemből, vagy szándékosan kihagyom Istent az életemből, elzárom magamtól egy olyan forrás, egy olyan lehetőséget, amivel pedig megkönnyíteni a magam és a környezetem számára is az életet, a boldogulást. Mondhatjuk, hogy szinte megmagyarázhatatlan, mert egyetlen egy magyarázat van arra, hogy miért fordult el az ember a kezdetétől fogva, és végig az egész emberi történelmet Istentől. Miért van az, hogy noha világosan előttünk áll,
hogy mit jelent Istennel, és mit jelent Isten nélkül élni. Mi hozott a történelemben az Isten félelem és az Isten káromlás a másik oldalon, azzal együtt ugyanott tart a világ, ahol tartott ezelőtt évszázadokkal, vagy akár évezredekkel. Az egyetlen magyarázat ehhez a hozzáálláshoz az, hogy ott van bennünk az eredendő bűn. Ott van bennünk kiírthatatlanul és adott mondom felülírhatatlanul az, hogy ellenkezünk Istennel. Szembefordulunk Istennel. Mi mindig ki akarjuk próbálni, hogy milyen Isten nélkül. Mi mindig elképzeljük magunknak azt, hogy jobb Isten nélkül. És mindig rátérünk arra az útra, ahol aztán persze eltévedünk, eltévejedünk, már azt sem tudjuk, hogy hol tartunk, és már nem is tudunk visszatalálni Istenhez, mert egyszerűen azt sem tudjuk, hogy milyen Istennel együtt él. Olyan ez, mint amikor megpróbáljuk egy árva gyermeknek elmagyarázni azt, hogy milyen a család, milyen a szülői szeretet. Nincs honnan tudja, fogalma sem lehet róla, mert nem élte meg. Vagy olyan ez, mint amikor mi, így mondott idősebbek, gyermekeinknek, unokáinknak próbáljuk megmagyarázni, milyen volt a múlt rendszer. Milyen volt az, hogy nem lehetett a boltba ezt meg azt kapni, hogy áram nem volt, és egy csomó minden nem volt. Nem értik, mert el sem tudják képzelni azt, hogy milyen az, hogy nincs valaminek, most minden van. De újra megjelenik az árnyék, vagy már megjelent az árnyék az életünkben, és azért is jut nekem is eszembe, és gondolom, hogy nektek is eszetekbe jutott az elmúlt napokban és hetekben, hogy milyen az, amikor egyszer csak nem olyan a világ, mint amihez már hozzászoktunk. Nem ugyanazt az arcát mutatja, mint amit eddig mutatott. És vigyázzunk, mert az az arc, amit a világ mutatott eddig nekünk, az nem a világnak az igazi arca. Az az arc volt eddig is, amivel elcsábított bennünket arról az útról, amit egyébként járnunk kellett volna. Olvasom most a napokban, hogy egyre több hang szólal meg, és azt mondja, hogy takarékoskodni kell az embernek. Takarékoskodni kell energiával, takarékoskodni kell táplálékkal, és amivel csak lehet, takarékoskodnunk kell. De hát eddig arról volt szó, hogy fogyasztanunk kell. Arról volt szó, hogy minél többet vásárolunk, minél többet fogyasztunk, annál jobb nekünk, mert annál jobban pörög a gazdaság. Annál jobbak a mutatók, és akkor annál jobban tudunk élni mindannyian. Már régóta feltehettük a kérdést magunknak, hogy de miből? Miből lehet mindig többet kitermelni, és miből lehet mindig többet pazarolni? Mert azt is láttuk, hogy tonna számra dobták ki, és dobtuk ki a hulladékot. Dobjuk ki mai napig a felhasználhatatlan, vagy a környezetre káros mindenféle hulladékot. Meddig lehet ezt csinálni? Valaki belegondolt már, hogy mikor fognak elfogyni a tartalékok, vagy mikor fog megtelni úgy szeméttel ez a világ, hogy tovább már tényleg nem lehet, és valóban nem lesz levegő, amit belélegezünk, és valóban nem lesz víz, amit megígünk. Jézus nagyon keményen fogalmaz a felolvasott igében, azt mondja, hogy aki velem nincs, az ellenem van. Aki velem nem takar, nem takarékoskodik vele együtt, az pedig pazarol. A keresztény ember Jézus tanítása szerint takarékos üzemmódban él. Nem pazarol. Azért nem pazarol, mert nincs miből pazarolnia,
hiszen a keresztény ember nem halmoz fel magára, azért, hogy neki legyen, másnak pedig ne jusson. Nem halmoz fel magának azért, hogy kitűnjön a többiek közül a gazdagságára. Tehát nincs miből pazarolni, hiszen kell felhasználni. És ez a kezdet kezdetén, és most a reformáció kezdetére gondolok, legalább odáig menjünk vissza, de visszamehetünk a kereszténység kezdetéhez is, az ős gyülekezetekhez, az első keresztényekhez, működött ott is, és működött a reformáció elején is, hogy meggondolta alaposan a keresztény ember, hogy mit, mire használ. Az idejét mire használja, az erejét mire használja, a közösséget mire használja, és sem értelmetlenség, sem fényűzés, sem luxus nem volt abban a gondolkodásban, abban az életvitelben, amit az elején mutattak. Csak ez a mostani világ, ami egészen mostani volt, és most úgy tűnik, hogy nagyon komoly átalakulás következik, és valahol annak ellenére, hogy a Szentírás nem biztat bennünket jóval, és nem aranykort ígér az emberiség számára, de akkor is reménykedünk, én legalábbis reménykedem abban, hogy valami józanság, valami észhez térés fog következni. Hogy ráébredünk arra, hogy nem mehet úgy, ahogyan eddig ment. És hogy ráébrednek azok is, akik nálunknál még sokkal többet pazaroltak, és még sokkal többet gyűjtöttek, és ráébrednek azok is, akik generálják évtizedek és évszázadok óta ezt a pazarlást, mert az ő gazdasági érdekük éppen azt kívánja. Tehát bízom benne a magam részéről, hogy olyan változás következik a világban, amikor elkezdünk józanul gondolkodni és józanul cselekedni. És persze vannak fájó pontok, mint ahogy mindig vannak fájó pontok az ember életében, amit ha lehet, akkor elkerül. Ha nem lehet, akkor megpróbálja eldázni. Kitolni a végső határi a lehetőségét a szembenézésnek. Például nem nézünk szembe a halállal. Egészen addig, amíg nem muszáj. Nem gondolkodunk a halálról, nem része a halállal való együttélés a mindennapjainknak. Úgy teszünk, mintha a halál nem létezne, mert ha nem úgy tennénk, akkor egészen másképpen gondolkodnánk. Ha számolnánk a halállal, mint lehetőséggel, akkor a napjainkat más módon élnénk meg. Ha nem azt gondolnánk a halálról, hogy valami távoli, messzi valami, amivel még nekünk nem kell foglalkozni, akkor nem engedné meg az ember magának a bűnt. Akkor minden reggel, amikor fel kell, nagyon komolyan venni azt a jézusi intést, ami ugye egy adott ponton egy gazdag ember irányába hangzott el, hogy te bolond. Hát még ma ilyen elkívik a te lelkedet. Mire gyűjtesz? Miről szól a te életed? Tehát ez egy dolog, amit nem vesz komolyan az ember. De ha beleolvasunk Ézsaiás könyvébe, és azt ugye tudjuk Ézsaiás prófétáról, hogy gyakorlatilag az egész prófétasága arról szólt, hogy megpróbálta felkészíteni Isten választott népét a babiloni birodalom támadása. És arra az időszakra, ami a támadás után következik, az a 70 esztendei fogság. Megpróbálta felkészíteni őket a biztos vereségre. És ez a biztos vereség nem azért volt nyilvánvaló Izsaiás proféta számára, mert a babiloni birodalomnak a hadserege nagyobb volt. Azért volt nyilvánvaló, mert Isten választott népe
nem törődött Istennel. Nagyon világosan leírja az isteni számonkérést, hogy mégsem engem hívtál segítségül, Jákob Izrael. Nem nekem mutattad be az áldozataidat. Én megtettem mindent, mondja az Úr, és te pedig semmivel nem viszonyoztad, viszonoztad az én jó tételményeimet. Amikor van egy szövetség Isten és ember között, és Ézsaiás proféta kora ugye az Ószövetség, mi pedig az Új Szövetségben élünk, akkor ez a szövetség mindig két oldalú. A két oldalú szövetség azt jelenti, hogy egyik félnek is van teljesíteni valója, és a másik félnek is van teljesíteni valója. Mi keresztjének pontosan tudjuk azt, hogy az Úristen a maga részét már teljesítette nyilvánvalóan Jézus Krisztus által, amikor ő bennünket Jézus Krisztus révén megváltott, és teljesíti most is folyamatosan azáltal, hogy gondviselő édes atyám Jézus Krisztus által. Nézzük meg az emberi részét. Mit teljesít ma az emberiség? Ugye az Új Szövetségben nem véres áldozatról, meg égő áldozatról van szó, meg illatos nádnak az égetéséről és hasonlókról, de hát van az Új Szövetségben is lehetőség az Isten iránti hálánkat megmutatni. Kifejezni azt, hogy mi ehhez a szövetséghez tartozunk. Ugye most nagyon éles kérdés a napi politikában az, hogy ki milyen szövetséghez tartozik, vagy melyik oldalra áll be, és az elkövetkező napokban, hetekben és hónapokban nagyon sok minden fog a gazdaságban is és a politikában is aszerint változni vagy eldőlni, hogy ki melyik oldalra áll be. Melyik oldal lesz az erősebb, melyik tudja inkább a maga akaratát keresztül vinni, illetve az az oldal, milyen haszonnal tud járni azok számára, akik csatlakoznak ahhoz az oldalhoz. Meg fogjuk érezni a saját bőrünkön, elsősorban az árakban, másodszorban az ellátásban, hogy miből mennyit vehetünk, vagy nem vehetünk, vagy hogy lesz-e áram, lesz-e víz is, ehhez hasonló. El fognak dőlni a szövetségek, hogy ki melyik szövetséghez tartozik. Az az egyetlen, de nagyon nagy pont ezzel, hogy szó nincs arról, tessék olvasni a híreket, vagy nézni a tévét, szó nincs arról, hogy az ember elsősorban Istennel lenne szövetségben. Tehát ez körülbelül olyan, mintha azt mondanák, hogy holnaptól kezdve mindenki szabadon élhet és bármivel rendelkezhet ezen a világon, csak nem lesz levegő. Senki számára. Vagy nem lesz víz. De azon kívül azt használunk, amit csak akarunk, és annyit, amennyit akarunk, csak éppen levegő nem lesz. Mit élünk vele semmi? 3 percig bírjuk levegő nélkül, 3 napig bírjuk víz nélkül körülbelül. Meddig bírja az emberiség az Istennel való szövetség nélkül? Lehet nekünk tartozni katonai szövetségbe, gazdasági szövetségbe, pénzügyi szövetségbe, és még nem tudom milyen szövetségekbe, és mit érünk vele? Pont annyit érünk vele, hogy ideig óráig el tudjuk hitelni saját magunkkal, meg lehet a környezetünkkel is, hogy milyen jó nekünk, milyen előnyökkel jár az a szövetség, aminek éppen a tagjai vagyunk. És mi van az Istennel való szövetségünkkel? Mert az Istennel való szövetségből nem hajlandó
És nagyon úgy néz ki, hogy a kereszténység sem igazán akar tudni róla. Ha valami jelen pillanatban fontos a világon, ha valamitől jó várhatunk, ha valakitől jó félhetünk, egyértelmű, hogy egyedül az Úristen, és rajta kívül senki és semmi más. És amíg az országok vezetői, amíg a gazdasági élet szereplői, a pénzügyi világ szereplői nem hajlandó tudomást venni arról, hogy márpedig az Úristenhez tartozunk, és az Úristennek tartozunk, addig, kedves testvéreim, ne számítsunk jóra. Illetve mégiscsak számítsunk, amennyiben mi a magunk helyén és a magunk részéből megtesszük azt, amit az Úristen vár tőlünk. Amit az Úristen kér, amit az Úristen ránk bízott. Nem feltétlenül kell nekünk azzal foglalkozni, hogy a világi hatalmasságok politikában, gazdaságban és bármi egyébben hol tévejegnek és milyen módon rontják el a maguk életét, a maguk sorsát. Voltak a világ történelemben magukat nagyon-nagyon gondolóban hirdető hadvezérek, politikusok, gazdasági, mindenféle egyéb szakemberek, és vagy ismerjük a nevüket, vagy nem is ismerjük a nevüket, de egy biztos, hogy a múltig mindegy számít. Ahogy a múltba vesznek a birodalmak, múltba vesznek hadseregek, múltba vesznek fegyverek, és minden, ami itt a Földön valaha történt, az szépen eltűnt. Mert az idő megállíthatatlan ebben a földi életben. De Isten szava megáll minden, ha mondja az életünk, és tanít bennünket a Szentírás, és nekünk mégiscsak, ha értelmesen gondolkozunk, ha minden számba veszünk, ha hajlandók vagyunk odafigyelni saját magunkra, szeretteinkkel, környezetünkre, akkor csak oda kell jussunk, hogy Istenhez kell tartozzunk mindeneket. És ha Istennek eleget teszünk, akkor kezdhetünk el itt a földi dolgokkal foglalkozni. Amikor magabiztosan állunk az isteni parancsolatokban, törvényekben, amikor már megingathatatlanok vagyunk a krisztusi tanításban, akkor állhatunk neki itt a Földön mindenféle szövetségek és ehhez hasonló építéséhez. Mert mindaddig minden, amit itt a Földön építenek, kijelentenek, felállítanak, az mind-mind fölvényre épített ház. Amit az első komoly vihar elsöpört. Most elég komoly vihar támadt a világban. És látjuk azt, hogy milyen következményei vannak. És félhetünk attól, hogy ne legyen még nagyobb ez a vihar. Nem ránk van bízva, de ugye elhangzik egy nagyon-nagyon érdekes és különleges biztatás ebben az igében. A záró gondolat, amikor azt mondja az Úristen Ézsaiás próféta által, én vagyok, aki eltörlök álmosságaidat önmagamért, és bűneidről nem emlékezem meg. Az Úristen az elszámoltatásnál nem csak az emberi oldalt nézi, hanem saját magát is. És nem érdemeink
szerint jutalmaz vagy büntet bennünket, hanem azt mondja, önmaga miért én elkörülöm a bűneiteket. Olyan ez, mint amikor odaáll a gyermek, tudva csíntevését, rosszaságát, bűnét a szülő elé, várja a jól megérdemelt büntetést, és kap egy nevelést a szülőtől. Lehet tovább folytatni a csíntevést, a rosszaságot, de azért valami ott mégiscsak megmozdul a gyermekbe. Lehet, hogy nem akkor, hanem majd, ki tudja, 20-30 év múlva fog visszaemlékezni arra az ölelésre, és lehet, hogy éppen egy olyan pillanatban, amikor nagyon nagy szüksége van rá. Én hiszem azt, hogy ez a világ minden rosszal együtt, amit látunk, amit tapasztalunk, vagy amit várunk akár, Isten kezében van. És most sem, és az eljövendőben sem történik, semmi sem Isten akaratán kívül. Ezért magamra nézve mindenképpen kötelezőnek érzem, rátok nézve pedig, hadd biztassalak, kérjelek benneteket arra, hogy ahhoz az Úristenhez forduljunk, arra bízzuk az életünket, annak adjunk hálát és annak mondjunk dicséretet, aki az életünket adja az örökké valóságban. Amen. Csodálatos felség, mennyei édesatyánk, megszámlálhatatlanul sokszor volt hűtlen hozzád az emberiség. Akár az ember, akár a közösség választott néped egyenként, külön, egységben, az Ószövetségben, Újszövetségben, történelemben egyaránt mindenkor tetten érhető az ellenkezés, az ellentmondás, az elfordulás, a másfelé kacsingatás, vagy éppen a tagadás, vagy akár a károlás. Ha a mai világban körülnézünk, azt látjuk, névleg ugyan sokfelé jelen van, sőt, uralkodónak mondható a kereszténység, a keresztény gondolkodás, de ha benézünk a dolgok mögé, akkor alig-alig találunk igazi kereszténységet. Mert még egyfelől templomok hirdetik, vagy élő gyülekezetek hirdetik a te jelenlétedet, másfelől a templomok mellett ott vannak az üzletek, és ott vannak a gyárak, és ott vannak a mindenféle gazdasági és pénzügyi egységek, amik hirdetik a fogyasztást, és hirdetik a pazarlást, és hirdetik, hogy meg lehet élni nélküled is, mert a tudomány, mert a technika, mert a gyógyítás az mind-mind működik isteni beavatkozás nélkül. Lehet, hogy egy kicsit másképpen, mint ahogy a Szentírás tanítja, de ez a világ mégis működik. És működött a történelemben is. Birodalmak születtek, és birodalmak múltak el, és vallások születtek, és vallások tűntek el. És lehet, hogy a világ ezt mondja, hogy mi is csak egy vagyunk. A sok ezerből, vallásból, tűntből, civilizációból, aki és ami valaha volt. Enged, Urunk, tovább látni a pillanatnál a jelennél. Lássunk meg téged
meglátod a teremtett világot, de valamit mi is megpillanthassunk távolabb az Úrunk hegyénél. Hiszen te azt tanítod, azzal biztatsz bennünket, hogy önmagadért hajlandó vagy az embernek megbocsátani. Hadd lássuk meg a te isteni valóságodat. Lássunk meg téged nem csak a történelemben, nem csak a múltban, de lássunk meg a jelenben. Nem csak itt a te házadban, de lássunk meg a magunk otthonaiban. Lássunk meg gyermekeinkben, szüleinkben, szeretteinkben, hozzátartozóinkban. Lássunk meg a közösségben. Lássunk meg fűben, fában, élőkben, de lássunk meg kövekben, fényekben, bárhol a teremtésben. Hadd keressünk téged ehhez, hiszen úgy tanítasz az Úr Jézus Krisztus által, hogy aki keres, az talál, és az örgetőnek megnyithatik. És hisszük, hogy meg tudunk téged találni a jóban és a rosszban is, a világosságban és a sötétségben is, az életben és a halálban is. Csak keresnünk kell, csak épp egy kicsit kell változtatni a szemléletünkön, a nézőpontunkon, a látásmódunkon. És hiszük, hogy a világnak is csak egy kicsit kellene változnia, hogy másképpen lássák egymást az emberek. Ha nem ellenséget keresünk, hanem barátot, akkor azt találunk. Ha nem gazdagságot és pazarlást keresünk, hanem tisztességet és becsületet és segítségnyújtást, akkor azt találunk. Mert aki keres, azt talál jót is és rosszat is. Nagy szükség van most, Urunk, a jó példára a világban. Hadd legyünk mi azok, akik jó példával tudunk előjárni. Így áld meg minket minden jó szándékunkban. Így áld meg a te anyaszentek házadat a jó példamutatásában, hogy dicsérjük és magasztaljuk téged. Atya, fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten, most és mindenkor. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te nevet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kegyelünket add meg népünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete, Szentléleknek megáldó és megszentelő ereje legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Kedves testvéreink, emlékezzünk egyelettel Mihai Válami Sándor testvérünkre, aki 78 évet élt, és akit kedden kísértünk utolsó földi útján. Szeretnék vigasztalni Isten ígéje a 49. Zsoltárból. Csak Isten válthatja ki lelkemet a Seol kezéből, mikor az megragad engem. Hirdetem, hogy szombaton 26-án délután 3 órakor emlékharang szól Néhai Vakó Sándor halálának első évfordulóján, felesége és családja kegyeletes megemlékezéséről. Isten vigasztaló szent lelke legyen az emlékezőkkel. Hirdetem, hogy a lelkipásztori hivatalban
korszakban hitépítő könyvek állítatók, különleges kivitelezésű bibliák kaphatók, bárki jöhet, megnézheti, válogathat, érdeklődhet, mindenkit szeretettel várok, legalább egy hónapig megtekinthetők lesznek ezek a könyvek, mielőtt visszaadom a kiadónak, tehát akit érdekel, szeretettel hívom és látom. Négyszázhatvanegyedik számú énekünket énekeljük, mindig velem, Uram, mindig velem.